Szervusz Lacikám, akkor kezdjük a Scribus kiadvány szerkesztő program tanulmányozását. Először is az asztalon jobb gombra kattintva létrehozok egy új mappát, aminek mondjuk legyen a neve Balaton Album. Ebben a mappába fogom gyűjteni ehhez az albumhoz tartozó összes szükséges fájlt. Először megnyitom a Picasa képszerkesztő programomat, onnan fogom behozni a képeket ebbe a mappákba. Három képet veszek majd elő, ugye ennél képszerkesztés a képjavításokat elvégeztük, vízszintre van állítva a horizont is, de ennek most nincs is jelentősége, hanem vágás. Javasolom, hogy 10x15-ös arányba vágd ki a képeket, már csak azért is, mert az A4-es ív is az oldalaknak az aránya 10-15-höz viszonyul, tehát így jobban néznek ki a képek. A képeinken úgyis vannak fölösleges részek, tehát vágjuk. Rákattintunk erre, ezzel mozgatom, de húzhatom is, a képarányméret nem fog megváltozni. Ugye mondjuk maradjon ez, alkalmazom, jóvá hagyom, exportálom a képemet, mégpedig hová, ugye, kitallózom, hogy az asztalon van egy Balaton album, és ezt megjelölöm, hogy odafogom, számok hozzáadását, ezt bepipálom, eredeti méretet használom, exportálásra kattintok. Elő is jön a ablak, ide bent tettem az első képemet, amit meg is nézhetek. Ezt bezárom. Visszamegyek a könyvtárhoz, következő képet választom. Itt van a három tankörös. A képek. Ugye először kivágtam, azt visszavonom, mert még egyszer bemutatom a vágást. Így lesz a 15-10-es arány, meg is nagyobbíthatom, vagy az égből, vagy az előtérből lesz kevesebb. Alkalmazom, exportálom, ezeket így hatom, exportálás. Itt van a következő is, ezt bezárom. Vissza a könyvtárhoz. Szükség lesz még egy háttérképhez is, ahhoz mondjuk válasszuk ki ezt a képet. Mivel A4-es állóra tervezem a Scribusnak a bemutatóját, ezért ebből egy függőleges A4-es méretet kell kivágnom, és hát erre is jó jön a 10-15-es vágási arány. Ezt így kijelölöm, de nekem nem ilyen irányba kell, hanem hosszába kell kivágni, elforgatom, és akkor kijelölöm azt a részt, amit fel akarok majd használni, akkor legyen így, alkalmazom, exportálom. Exportálás gomb, itt van ez a három kép, amit majd felhasználok a Scribus kiadvány szerkesztő bemutatójának. Ezzel be is zárom a Picasát. És akkor jöjjön a Scribus, megnyitom. Itt lehet választani a méretben, és állót, vagy fekvőt, egyoldalas, kétoldalas, stb. Alapban ezt szoktuk használni. Tehát oké. Okay. Ez a képernyő fogad. De még mielőtt tovább mennénk, javasolom a következő beállítás módosításokat. Általános maradhat. Ezt is megváltoztathatjuk, hogy melyik legyen a kiinduló, álló vagy fekvő, stb. De ez is maradhat segédvonalak. Én bejelöltem azt, hogy a segédvonalak alapban is látszódjanak. Tehát tanácsos oldalrács megjelenítés, alaprács megjelenítését bejelölni.
tipográfiánál nincs dolgunk, eszközöknél be tudom állítani, hogy milyen típusú betűt akarok használni alaphelyzetben. Persze, amikor a szöveget írom, akkor ezt meg tudom változtatni. Hát én a regulár helyett beírom a boldot, az jobban mutat. A elválasztás, helyesírás maradhat így, ahogy van. Betű készlet. Ha netán sokallom a rengeteg betűválasztékot és zavar, kijelölhetem, hogy melyikkel magyarul, amelyikre nincs szükségem, kiveszem a bejelölést belőle. Nyomtató, teljesen mindegy, mi van beállítva, úgyse nyomtatni fogunk, hanem PDF-be menteni. Elővizsgálónak nincs jelentősége, színkezelés. Na itt esetleg arról lehet szó, hogyha itt bejelölöm, akkor a nyomtató céggel megbeszélhetem, hogy a CMYK képek milyen szabvány szerint legyenek. Ha a leadott minta szerint elkészült nyomtatva nem felel meg a színben, akkor ezt meg lehet vele beszélni, de ezt ne jelöljük be, hagyjuk ilyen alaphelyzetben. Ez nagyon fontos, a PDF exportálás. Ez általános rész maradhat, biztonság, az nincs jelentősége, ha akarom, jelszót adok meg, hogy meg tudja nyitni, bárki ne nézhesse meg akárhol a nyomdába, vagy mit tudom én, hol szín. Ez nagyon fontos. Alaphelyzetben már úgy állítsam be a színt, hogy nyomtatáshoz legyen megfelelő, és ezt is belejöljük, hogy direkt színek, nyomdai alapszínek a kialakítása. Ennek nincs jelentősége, nincs jelentősége, gyors billentyűknek sincs, gyűjtőalbum, kijelző, külső eszközök, ez mind maradhat így, és alkalmazom. Aztán, hogyha később meggondolom, az alapállapotot vissza tudom állítani, tehát ezzel lehet játszani, hogyha valamit elszúrtam, akkor könnyű visszatérnem az alapállapothoz. Oké, kész, bezárom, hogy megnézem a következő milyen megjelenése milyen lesz, megnyitom ismét. Ugye maradunk az A4-et állónál, oké, és akkor megjelent a képernyőn, már is a segédrácsok, amik nagyban segítenek abban, hogy az ember kijelöléseket végezzen alapokon. Most mondom azt, hogy ezzel a kicsinyítő eszközzel kisebbre lehet állítani, 100%-ra, ezzel a nagyító eszközzel még nagyobbra lehet, és hát az egér görgő forgatásával tudok le fölmenni, és ennek a csúszkának a húzásával jobbra-balra megyünk vissza 100%-ra. Na most, ugye először is kell nekem egy háttérkép, ezért hogy az egész lapot egybe lássam, kicsinyítőre kattantok, de mielőtt bármivel is folytatnám, az ablakban egy tulajdonságok nevű ablakot is állandóan kirakotok, és ezt itt is hagyom. Hát persze, ha akarom, eltüntetem, ha zavar, de aztán általában erre szükség van. Tehát ezt elővettem. Szüksége meg lesz még az ablakok közül a rétegek ablakra. Ez az első rétegem, a háttér réteg. Erre, hogyha háttérképet akarok rakni, akkor a következő képpel járok el. Erre a kis ikonkára kattintok, amire, hogyha ráteszem a egeret, akkor ki is jelz egy képkeret beszúrása. Tehát ezzel szúrok be egy képkeretet. Na most a margókon ne csinálják semmit, azok a margók maradnak, mindig csak ezen a jelölésen belül kijelölök egy képkeretet, pontosan ugyanolyan nagyot, mint az egész lap. Most ehhez, ha akarok, képet töltök be, ha pedig hátteret szeretnék, hogyha semmit nem rakok, akkor fehér marad a háttér, de hogyha színeset szeretnék, akkor ezt eltüntetem, mert ugye nem képet teszek be, a delete gombot megnyomom, eltűnik. Akkor egy alakzatot rakok be ide,
az a, ez téglalap alakzat lesz, vannak ott mások, majd megnézed, hogy mik vannak ott még. És az alakzatot a tulajdonságok panelen, színeknél kiválasztom, hogy milyen színt szeretnék. Mondjuk legyen ilyen kék, hogyha ezt világosítani akarom, akkor ezzel csökkentem az árnyalatot, és akkor lesz egy ilyen világos kék árnyalat. Vagy pedig, ha zöldet, akkor zöldel, stb. Hogyha nincs rá szükségem, illetve most ezt el is töröm a delete gombbal, mert egy képet szeretnék háttérképnek berakni. Ismét a kép. Képkeret. Kis ikonra kattintok, kijelölöm a teljes területet. Jobb gombbal ide kattintok. Jobb gombbal, tehát látszik, hogy ki van jelölve. Képbetöltése. És akkor megkeresem az asztalon azt a mappát, amiben a Picasa-ból a képeket mentettem. Sajnos ez angolul írja ki a cikám, itt nincs mese, annyit kell tudni, C, azon keresem, a users azok a felhasználók, users-ek között az én nevem ez, tiéd nem tudom, hogy mi lehet, hogy a saját neved, a desktop jelenti a asztalt, desktopra kattintasz, és azt mondja, hogy Balaton album, ebbe gyűjtettük a képeket. Megint megnyitom. Most itt, ha egyet kattintok, akkor mutatja a képeket. Ha kettőt kattintasz, arra vigyázz, mert egyből behozza ide. Nekünk most egy ilyen függőlegesre van szükségünk, hogy az egész hátteret ez adja meg. Ezt kijelölöm, vagy kettőt kattintok, vagy oké. És ide bekerült. Minden képnél a képre kell kattintani, és a méretezést pedig ugye arányosra vesszük, ha nem arányos, akkor elcsúszik egy kicsit. Általában arányosra kell majd venni, és aztán azt azért, hogy ne torzuljon a kép, és utána ugye az arányos képet lehet meg, azt később meglátjuk kisinyítani, nagyítani. Ezt kinagyítom 100%-ra, megnézem, hogy kitölti-e teljesen. Hát úgy tűnik, hogy kitölti. Na, akkor már is megmutatok egy cselt, hogy miket lehet még a képekkel csinálni. Most szükségünk is lesz rá. Kép effektusokat is lehet alkalmazni. Ehhez ajánlatos, hogy elmosott legyen ez a kép, hogy ugye az elé kerülő képekre vonja a figyelmet. Tehát a háttérkép az ilyen esetben jó. Ha elmosott, az elmosásra kattintok, ide, erre a nyírra beteszem, és akkor a sugárra kattintva, itt látom is, hogy mennyire torzult. Hát kettesre ne vegyük, mert akkor már nagyon elmosott lesz. Itt az egyes megfelel. Oké, és akkor ez a kép át is alakul itt nekünk elmosottá. Tehát megvan a háttérképünk, most maradunk is 100% nagyításban. Rakunk még egy réteget. Az új réteget nevezzük el, hogy első kép. Annak a rétegnek kell aktívnak lenni, amelyiken dolgozni akarok. Na most ahhoz, hogy a rácsokat én lássam, a háttérképet el fogom tüntetni, nagyon egyszerűen ezt a pipát innen kiveszem, és akkor látom a rácsokat, hogyha látni akarom a háttérképet, akkor visszateszem a pipát. Lényeg az, hogy ez legyen kijelölve a kép, amire a képeket akarom rakni. Hát akkor kezdjük, ugye erre a kis képecske ikonra kattintok, nagyjából egy fekvő képnek megfelelő részt jelölök ki, mondjuk legyen ez. Jobb kéz gombbal kattintok, képbetöltése. Most már ilyenkor már megkeresi, nem kell itt végigkeresni, mint az előbb az egész gépemet. Egyet kattintok, akkor látom. Hát legyen első képnek, mondjuk ez a hajókázós. Oké. Rögtön megyek ide a képre.
méretezés. Na most ilyenkor arányosat választok mindenképpen, mert különben eltorzul a kép. Most ebben az a nevetséges, hogy én teljesen véletlenül pontosan ugyanolyat jelöltem ki, mint a kép mérete, de ez lehetne más is, mit tudom én, hogy csak ilyen nagy a képméret, akkor én beigazítom, hogy pontosan olyan legyen, tehát túl ne érjen sose. Ha beljebb ér, akkor is ezek az üres részek nem maradjanak, ez pontosan be kell a keretet a képhez igazítanom. Ilyenkor tényleg a képhez igazítom, mert a teljes képet szeretném látni. Most, hogy a képből kivágjak valami részt, azt még ki sem próbáltam. Hát esetleg csak ez a rész kellene nekem. Hát ez nem jó, mert már is torzítja, maradjunk az arányosnál. És ugye ilyenkor, ha a kép keret eltűnik, akkor pontosan igazítsuk hozzá. Ha nagyítani szeretném nagyobb képet, akkor a sarkát fogom meg és húzom, és akkor arányosan nagyítja a képemet. Na, eddig meg vagyunk az első képpel. Szeretnék hozzá a keretet is készíteni. Na most érdekes, azért térjünk vissza arra, hogy ugye, tehát ez a rétegem, a kép rétegem, az első kép rétegem aktív, rákattintok, ha piros, akkor ővele foglalkozunk, akkor a képhez visszamegyünk, és kép effektusokat is tudok alkalmazni. És bizony szükség van rá, majd meglátjuk, ha ellenőrizzük a képenket, hogy hogy néz ki PDF-ben, akkor lehet, hogy szükség van változtatásokra. Itt tudok például fényerőt. Ha ide teszem, tudom növelni, tehát világosabbra tudom tenni a képet. Bár ez jól néz ki ez a kép, ezt hagyjuk is, ha nincs szükségem rá, akkor visszanyíla ide, visszarakom. Ennem van, amire általában szükség van, és Picasa-ban nem tudunk élesíteni, ez elég, én legalábbis nem találtam, hogy hol lehet, itt lehet, és kell is élesíteni. Tehát élesítés, ide rákattintok, ez az érték legyen egy mondjuk, és itt tudok élesíteni. Itt látszik is a kis képen, 10-nél többet nem lehet, de nem is érdemes. Hát legyünk mondjuk 7. Oké-ra kattintok. Most ez egy kicsit tovább fog tartani, azt hiszem. Talán már élesítette. Igen, most fejeződött be. Ez a géptől függ, hogy milyen jó géped van, gyorsan végig csinálja majd ezeket. Itt is előnyös a 64 bites rendszer. Na most a képemet feljavítottam, élesítettem. Keretet szeretnék hozzá. Ehhez nyilván 4-szögletes keretet akarok. Hát mondjuk legyen egy ilyen. Itt fele nagyság, itt is a rácsok mutatják, hogy fele, alul pedig feliratot is szeretnék, tehát legyen a felirat ebben, akkor legyen egy ilyen keret húzva. És megyek rögtön a keretnél a színekhez, milyen színűt akarok, mert ez így átlátszó szín, a keret nem is látszik, hát mondjuk fehéret. Na, furcsa, ugye? Eltűnt a képünk, eltakarta. Hát ezt elő kell hozzunk. Nyilván, hogy a képem elé került a keret, a képet akarom a keret elé tenni, ehhez a koordinátákra megyek, és addig próbálgatom, hogy melyik az, még megjelent a képem. Most van még egy jó lehetőség is, hogy a kijelölő eszközünk ez a fehér. Most én ezt, ha kijelölöm, akkor ahhoz, hogy szimmetrikusan helyezkedjen el a keretben a kép, tehát az történt, hogy ezzel a fehér nyíllal kijelölöm mind a kettő széle piros is lett, még egy ablakot előszedek, mégpedig az igazítás és elosztást. Hogyha erre kattintok, középvonalak igazítása a függőleges tengely mentén, akkor ez itt pontosan a két oldala pontosan olyan távolság lesz. Most egyet nem tehetek meg, hogy igazítom pont középre, mert akkor ugye nem marad a feliratnak a nagyobb hely, de hát kipróbálja középvonal igazítása a vízszintes tengely mentén, akkor behozta pontosan ide középre. Tehát én nem ezt akarom, akkor kattintok bárhova, utána csak a képbe, és akkor ezt feljebb tolom. És akkor most megint megtehetem, hogy mind a kettőt kijelölem, ezzel a kijelölő eszközzel ugye körbe húztam, és akkor, hogy a két oldalon egyforma legyen, arra kattintok. Ezt el is lakom, mert nem mindig kell.
Na, ezzel kész vagyunk. Na, következik még egy réteg, a második képen. Az a puszjelre kattintok, és a nevet adok neki. Kettőt kattintva, második kép. Ezt teszem aktívvá, ezt az ablakot. Ide kattintok. Akkor képkeretet előveszem. Mondjuk olyat szeretnék, olyan cselt, hogy fedjék egymást. Nagyjából úgy tudom azt, hogy megint egy vízszintes képet akarok berakni. Tárolásút kép betöltése. Itt már, na itt van a három tankörös, rákattintok. Rögtön megyek a képhez. A tulajdonságok panelon és a arányos kép. Most látod, nagyobb lett a keret, mint a kép. Fokozatosan beigazítom. Aztán, hogyha nagyobb képet szeretnék, akkor megfogom a sarkát, és akkor ez arányosan nagyítja. Valahová ide elhelyezem, magónak hagyok helyet. Most nagyon egyszerű cselt lehet csinálni. Tudom, hogy mind a két képen azonos a képarányú, tehát ehhez is azonos képarányú keret kell, és akkor, hogy leegyszerűsem sem a dolgot, az első képnek a keretét lemásolom. Ide kattintok, ugye aktiváltam az első képréteget, ide kattintok, Ctrl-C az a copy, és Ctrl-C az a copy, vagy pedig, ugye ne variáljunk itt, szerkesztés, másolás, aktivál teszem a második két rétegét, ide kattintok, és akkor szerkesztés, beillesztés. Hát nem ide illesztettem, hanem ide fogom és arrébb húzom. Ide beillesztem, itt ugyanaz a helyzet, hogy a kép elé került. Megyek a tulajdonságok, koordináták palenra, erre kattintok. Helyet cseréltek, akkor beigazítom kézzel mondjuk, bár ugye az az igazítás kis panellal könnyebb lenne. Illetve még meg is nagyobbítom a keretet, mert keskenynek tűnik. És akkor azért fogjuk meg a kijelölő eszközt, jelöljük ki mind a kettőt. Azt mondja, hogy ez az aktív második kép. Igen, most van mind a kettő széle piros. Elővesszük a igazítás elosztást. Így középre igazítjuk. Ezt bezárom, hogy ne legyen útba. Most, hogyha a háttérnél visszatesszük a nézetnél a pipát, akkor itt lesz a hátterünk is hozzá. Hát most így néz ki, mi kellene még? Kellene még ugye feliratozás. Hát ehhez talán nem érdemes külön réteget készíteni. Akkor ezt be is zárjuk. Persze, ha el akarjuk, elővesszük, mert itt van a ablakoknál a rétegek. Tehát bármikor elő tudom menni, hanem akkor most következik az, hogy szöveget írok a képek alá. A szöveg kijelölő eszközre kattintok, és egy szövegmezőt kell bal gomb lenyomásával bejelölnöm. Ide kettőt kattintok, a tulajdonság panelon a szöveget megkeresem. Miért akarok? Ugye alapállás variál bold van. Ugye fehér színűbe írhatok minden, csak fehér szöveget, nem? Cín és hatásoknál. Hát mondjuk lehet, hogy ne legyen fekete, legyen piros. Szín. Két belekattintottam, ugye, és akkor beírom, hogy vissza a kikötőbe. Ha túl nagyok a betűk, akkor nem fog beleférni, fogom és kisebbet választok. Na, így már elfér. És ha még akarok változtatni rajta valamit, akkor bal gombbal kijelölöm, végighúzva. Na, látod, itt is kisebb van, a másik nagyobb, úgyhogy újból kell így csinálni. Nem volt kijelölve az összes. Na, ennyi fér el a betűkből. És akkor, hogyha még én akarok egy például
árnyékot adni hozzá, akkor megnyomom ezt a gombot. Itt, ha ügyes vagyok, ezt be tudom állítani 5%-ra. Tehát úgy csinálom ezt, hogy ide rákattintok, lehúzom ide, tehát még egyszer rákattintok, lehúzom ide, XL tolás 5%, YL tolás 5%, az úgy jó lesz, tehát ha ez világít, akkor ki van jelölve, jó lesz a fekete, de választhatok, mit tudom én, akár zöldet is, vagy bármi mást, és akkor lesz egy kis árnyék, ha valamivel jobban mutat, akkor a következő feliratot is erre a szöveggelre kattintok, bejelölöm, megyek a szöveghez, black van írva, pirosat választok, belekattintok kettőször, tankörösök, tankörösök, ugye még ennek is árnyékot akarok, itt a balkja gombbal végighúzom, és akkor visszamegy a szövegekhez. Hol vagyunk a szövegeknál? Szöveg. És ugye fekete lesz, erre rákattintok, akkor már lesz egy kis árnyéka is. Na, hogy ez is pontosan a keret közepére essen, megint nem árt előhozni ezt a igazítás elosztást, és erre kattintva úgy látszik, hogy pont a közepén van véletlenül, próbáljuk, meg árét húzom, akkor csinál ez valami. Akkor ugye kijelölöm a keretet, és akkor nem hozza. Aha, nem, valami nem stimmel. Akkor gyorsan jelöljük ki ezzel. Na ez az, így már behozta pont középre a felírást. Na hát akkor mondjuk ezzel kész van az albumunk, akkor következik az, hogy file, nyomtatási képet érdemes megnézni, na itt vannak a problémák. Tehát amikor a file nyomtatási képpel ellenőriztem, kiderült, hogy a háttérképemnek a felbontása nem megfelelő a hibák mellőzésével, így lehetne adni, azonban nem javaslom, inkább változtassuk meg a képet, hogy megfeleljen. Tehát ezt bezárom. Scribust is. Balaton képem közül ez a hibás. Kétféleképpen, többféleképpen is lehet átalakítani, persze ez program kell. A Photoshop lenne az egyik, ha megvan azzal, ha nincs, akkor pedig én a Photoshop mellett még alkalmazom, használom az Irfan View nevezetű ingyenes képszerkesztő programot, tehát ez rajta van a gépemen, ha neked nincs, majd föl lesz telepítve. Tehát társítás, Irfan View, Image, sajnos ez is angol nyelvű, Resize, Resample, tehát még egyszer, Image, Resize, itt szélességnek beírom, mondjuk legyen 2000, ő magától a magasságot átállítja, oké, okay. Ezt a képet mentem, Save az, és másik nevet adok, hogy tudjam, hogy melyik a használható háttérkép, vagy Irfannak neveztem el, mentem. Tehát itt van az Irfan nevezetű mappa, ezt fogom majd, mappa kép, ezt fogom majd felhasználni. Akkor visszamegyek a projekthez, előhívom, illetve megnyitom, megvárom, hogy betöltődik, kisebbre veszem,
lássam az egész keretet, képkeret, tehát kijelölöm, hova be akarom rakni a képet, visszarakom 100%-ra, jobb gombbal ide kattintok, kép betöltése, és itt van az Irfan nevezető képen, ide behelyeztem, rögtön kipróbálom, hogy a nyomtatási képben, hogy így meg fogja felelni már neki. Úgy tűnik, hogy megfog, hiszen nem ír ki semmi hibát. Azt javaslom, hogy minden munka úgy készüljön, hogy hibajelzés ne legyen benne a nyomtatáskor, csak akkor lesz tökéletes. Tehát ezt megoldottuk, azonban még a képre menjünk rá, és a méretezést, a keret méretezéséhez állítsuk be. És akkor a kép effektusnak pedig kiválaszthatjuk az elmosást, azért, hogy az előtérben levő képek jobban kiemelkedjenek. Oké, ezt elvégezte. Látszik is, hogy elmosta a képet. Akkor következhet a mentés PDF-be. Tehát még egyszer ugye, hogyha rendben volt minden a nyomtatási kép szerint, mentés PDF-ként. Egyébként itt is kijelölni, hogyha hibás lenne, itt nincs semmi kijelölve, már nyert ügyünk van. Ellenben nagyon fontos. Általános itt szerintem PDF 1,5-ösre érdemes váltani, mert ez rétegenként is tárolja a képeket a nyomdának, hát ha jó. Betűkészlet. Nagyon fontos, hogy a betűkészlet be legyen ágyazva, vagy pedig itt megjelenjen ezen az oldalon. Ha nincs itt, tehát azt mondja, nem is tudom, mit lehet vele csinálni, rákattintok erre. Ha nincs itt egy betű, se a beágyazó, se a körvonalazottak között, akkor ezt ide átviszem, és ha már itt megjelenik, összes körvonalazása. Tehát még egyszer. Ellenőrzöm nyomtatási képben. Sokáig tart. Hibát jelzette, nem jelzett. Egyébként itt YK megjelenítést bejelölöm, akkor így látszik. Tehát ez rendben van, bezárom. Akkor. Itt van az a PDF kis ikonka, mentés PDF-ként erre kattintok. És itt nagyon fontos, hogy mindent végignézek. Hogy hová mentem, azt tudnom kell. Ugye akkor megkeresem a mentési útvonalat, én vagyok ez, a felhasználó, desktop az asztal, Balaton album, oké, ide fogom menteni, betűkészlet, általános, itt a PDF 5, 1,5-öt jelöljen be, a többit hagyjuk, betűkészletek, ez nagyon fontos. Ha netán nincs ide berakva ez a betűkészlet, most csak ezt az egyet használtam, az Arial Boldot, akkor a nyílal ide kattintva áthozom ezzel az oldalra, és ha itt az összes körvonalazás még ezt is megnyomom, ez így rendben van, extrák, nem érdekes, PD-nézeget nézegető nem számít, biztonság, ha akarok jelszót beírok, és adom a jelszót a nyomdásznak is, aki annak ismeretében tudja csak megnyitni, nincs jelentősége, szín, nagyon fontos, de ezt már az alapba beállítottuk a főbeállításoknál, hogy nyomtatás legyen. Nyomdai előkészítés. Én itt mindegyiket bejelölöm, nem baj, ha tudja a nyomdász, hogy miről van szó. És akkor a mentésre kattintok. Már van ilyen nevezető, nyilván egy előzőben már elmentettem, hogy megnézem, milyen az albumot, de hát módosítottam, oké, fölülírom, megvárom, míg PDF-be menti. Az, ha túl nagy egy albumnak, akkor tovább tart. Hát itt hamarosan vége lesz, vége is van. Akkor bezárom, illetve a fájlt mentem, utána bezárom. Akkor elmegyek, ugye itt van az albumom, az asztalon,
Itt van a Balaton album nevezetű, arra kattintok. Teljes szélességében lássa, itt van az elkészített albumlapom. Ezek nem lesznek rajta nyomtatásba, a különböző színek. Az is hasznos, hogy itt van, hogy ez az első oldal, ha több oldalam lesz a nyomdásznak, ez mint instrukció, hogy ez a második oldal, itt van a dátum, ennek különböző jelentősége nincs, és ezzel kész is vége az ismertetőnek.